Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm a hallgatókat, én Majzik Attila vagyok, ez pedig itt a délmagyar.hu következő podcast adása. Kilép a megszokott keretek közül a Szentesi Városi Amatőr Színkör. A társulat tagjai a Dózsaház padlástere után a Tóth József Színház és Vigadóban is megmutathatják a tehetségüket. A Szentesi Amatőr Színjátszók június 9-én állítják színpadra Várhegyi Berta Lili című darabját. A részletekről Dunai József a társulat vezetője és Szabó Zoltán a város polgármestere számolt be. Rögtön köszönettel kell kezdenem. Egyen is szeretnék köszönetet mondani Szentesváros önkormányzatának, színháznak, illetve művelési központnak, hogy meghívást kaphattunk ebbe a szentélybe. Hát köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy bemutathatjuk a városnak a munkánk eredményét. A darabról néhány szót. Várhegyi Berta Lili című két felvonásos színdarabjáról van szó. Az alcíme az, hogy keserédes történet. Az első világháború előtt a boldog békeidőkben játszódik a darab. 1911 és 12 fordulóján Budapesten. Körülbelül fél év időtartam az, amit felülel. A helyszín az egy kicsit szokatlan. Egy madámnak a privát szalonjába, tehát egy bordélyász tulajdonos privát szalonjába játszódik a történet. Be kell jegyeznem, hogy a lányok természetesen nem kerülnek elő, ők az utca túloldalán vannak, ugyanis ott van az intézmény. A madám üzleti befektetésként hozta létre és működteti a szórakozóhelyet. Ő maga soha nem űzte az ipart, számára ez csak megélhetési forrás. A történetben, ahogy tőlünk megszokhatták már, van egy kis bűnügy, van egy kis szerelem, van benne humor, dacára annak, hogy a műfaji besorolás az dráma, de jelen van a helyzeti humor, jelen van a korabeli budapesti humor, illetve a nyelvi humor, különösen azért, mert azt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük. Röviden ennyi. Illetve még annyit lehet hozzátenni, hogy a szerző, kortárs szerző. A darabot rajtunk kívül még senki nem játszotta. Igaz, hogy nekünk ez évadzáró előadás lesz. Ennek ellenére mégis kőszínházi ősbemutatónak számít, hiszen eddig csak a Dózsaház padlásán, az ottani Kamara Színházban láthatták a nézők eddig 8 alkalommal. Krimi is ez az előadás magában, és rendőrorvos szerepét játsza. Egyébként ebben a darabban engedjék meg egy picit saját gondolataimmal próbáljam összefogni, foglalni ezt az egész szentesi kultúra és az ilyen típusú kultúra kérdését. Én nagyon örültem annak, amikor valóban ott a Dózsaház padlásán, az addig kihasználatlan helyszínen egy kis színház benépesült, és egy is színház létrejött. Amikor legelőször voltam, és köszönöm ezeket a lehetőségeket, hogy én is darabokat tekinthettem meg ott, valóban annyira otthonos a helyszín, és annyira, bocsánat, mikrokörnyezet, hogy maguk az előadások, az előadásban szereplők, illetve a díszlet maga annyira minden centire és négyzetcenti méterre van kihegyezve, hogy valóban, ha valaki az első-második sorban ül, konkrétan a színészek közvetlen előtte játszanak. Nagyon érdekes ezt megtapasztalni, az ember tényleg olyan állapotba kerül ott fönt itt a Pandlás Színházba, mintha abszolút részese lenne a darabnak, és ez egy kőszínházhoz képest valóban egy kamara helyszínen, ez nagyon interaktívvá tud lélekben és szellemben válni. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Lili című előadást én már láthattam fönt a Dózsaház padlás terében, és elbűvölt egyébként ahhoz képest, hogy ahogy Dunai József ezt fölvezette, egy könnyedebb darabra számíthat az ember, nagyon erőteljes és mély mondani valókkal is természetesen rendelkezik, egészen elgondolkodtatja a nézőt, mind a mű közben, mind akár hazafelé, vagy azon a hétvégén, hogy valóban mit látott, és valóban az élet értelme sok helyett.
az emberek magatartása, habitusa, az valóban szituációból és történetekben hogyan ágyazódik be, illetve milyenek is vagyunk valójában mi emberek, és hogyan változunk akár évszázadokon keresztül, mert a mai ember az nagyon nagyban különbözik ott a 18-19. 20. századi embertől. És igen, alá tudom azt is támasztani, hogy az az érdekes magyar, illetve pesti humor az abszolút megtalálható ebben a darabban, és ezen is érdemes többször, nekem is majd még egyszer megnéznem ezt az előadást, mert hogy így az apró részletekre és azokra a kis fricskákra és azokra az ízes részekre már talán jobban lehet majd koncentrálni. Ugye itt a Kőszínház vonatkozásában a Békéscsabai Jókai Színházzal van egy együttműködésünk, és ez a kapcsolat reményem szerint a következő években is megállja majd a helyét, és együtt fogunk előre menni, de mindenképpen ebben a kapcsolatnak a része továbbra is az, hogy a városnak vannak lehetősége a színházon belül, ez ugye évi 25 alkalom, amikor is a város kérheti azt a megegyezésünk értelmében, hogy milyen típusú más rendezvények is lehessenek. Eddig, amit a város ugye akár a nőnap, akár az idősek napja, egy-két mondjuk mustragála, néptáncgála, ami most nem sokára ugyancsak lesz, és ilyen típusú, vagy éppen szalagavatók kerültek megrendezésre, de azt hiszem, hogy jogos lehetett az igény, és összetalálkoztak ezek a gondolatok, akár az én fejemben és a színtársulat fejében is, hogy azért van itt egy lelkes csapat, a Szentesvárosi Amatőr Színkör, aki mindent megtesz azért, hogy a szentesieket és az idegáltogató kedves vendégeket szórakoztassa, zárójelben jegyezném meg, zárójelen kívül, hogy teszi ezt teltházas előadásokkal egyébként, mint hogy a Lili vonatkozásában is, hogy ott a 8. előadás lesz most a 9. első kőszínházi ősbemutató előtt. Tehát dolgoznak, szórakoztatnak, kulturális szórakozást nyújtanak, nem utolsó sorban nagy érdeklődésre való tekintettel. Ezért is volt a részünkről részemre egy felkérés az Amatőr Színkör felé, hogy hozzuk már be a kőszínházunkra. Megfelelően büszkék vagyunk mi a Tóth József Színház és Vigadó, mint épületre is, és arra a tartalomra is, amit akár a Békéscsabai Jókai Színház ide látogató vendégművészek, vagy éppen a Szentesi Szalon fogad, és valóban olyan programsorozatot nyújt most már éveken át a szentesieknek és a kedves vendégeinknek, amelyre valóban itt Szentesen tényleg büszkék is lehetünk. Nem maradhat ki természetesen a Szentesvárosi Amatőr Színkör se, és vállalták ezt a kérést, és így június 9-én akkor a Lili bemutatása kerül. Nagyon kíváncsi vagyok személyesen is, mert ahogy én mondtam, ezt egy nagyon mikrokörnyezetben éltük meg azt az élményt, amit ez a darab és az előadás nyújtott nekünk. Hát itt egy jóval nagyobb színpad van, még annál is jóval nagyobb, amilyen volt, még mondjuk 15 éve, illetve hát azért több száz fő befogadó képességű ez a színházunk, amely mellett azt hiszem azt is csak elmondhatjuk továbbra is, hogy mégiscsak egy családias jellegű színház. Nemrégiben többeknek mutogattam, delegációk jártak Szentesen, és nagyon gratulálnak a városnak ehhez az elért eredményéhez, és de megőrzi azt a kisvárosi és talán, ahogy én szoktam fogalmazni, családi mi voltát és jellegét a Szentesi Tóth József Színház. Ahogy hallom, bár még a jegyeladástán nem indult el, de már komoly érdeklődés van a darab iránt, úgyhogy én kívánom azt, hogy az első ősbemutató nagyon jól sikerüljön itt a kőszínházunkban, és kívánom azt természetesen a Szentesvárosi Amatőr Színkör tagjainak, hogy további darabokkal szórakoztassanak minket, és lehessen majd következő olyan alkalom is, hogy itt a kőszínházunkban, a Szentesi Tóth József Színházban láthassunk egyéb más darabokat is. Én azt tudom ígérni, hogy ez az együttműködés, ami városunk és a Békéscsabai Társulat között van, ez ugyanilyen feltételekkel mehet tovább majd a következő években is, tehát lesz arra azt hiszem alkalom, hogy ugyanígy a város segítségével
akár a városi amatőr színkör újra kőszínházba léphessen fel. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.